Szervusztok, kedves nézők! Folytatjuk a Káosz Galaktika randalírozást, ahol ugyanis Káosz Galaktika alappaklikat bontogatunk ki, és ma fogunk eljutni ennek a szép kis doboznak a feléhez. Úgyhogy kapjuk is ki a következőt, ez volt a kezemben, úgyhogy folytassuk ezzel. Most már van egy listám azokról a lapokról, amiket mindenféleképpen nagyon szeretnék megtalálni a közeljövőben. Hát természetesen a legtöbb lap az ritka, amit vadászok. Különösen szeretnék látni esetleg egy űrállomást, egy Assage rakétát, egy ellenállást, triciplita árnyharcost, az nagyon jó lenne. Ezek igazából a legfőbb lapok, amik nagyon érdekelnének a dologból, de hát még azért van itt egy komolyabb lista is, tehát csak kiemeltem a legfontosabbakat. Lássuk, nézzük, hogy mit találunk. Természetesen, ahogy szokott lenni a dolog. A szabálykönyv itt van. Ebből lassan annyi van, mint a nyűg. És nem is fogok időt pazarolni szerintem a gyakori lapokra. Most vágjunk ebből a nem gyakoriakba bele. Blokkád felszámolása. Archeo technológia. Váratlan csapás. Csillagkapu. Anti-miss löveg. Pax XS 2.2 pajzs, fekete halál, Timlatos, űrtorzító, kormányzói palota, monokultúra. És az első ritkánk penge, zorg felderítő, gyors tüzeléssel, jó kis lap. Trox MLF pajzs, na ilyenem még nincs. Felfogja az első három sebzést, majd a szemétbe kerül ezt a jelzőt. Ez nagyon jó. Na ennek nagyon örülünk. Ennek nagyon örülünk, és az utolsó lapnak is nagyon örülünk, hiszen ez is a listámon van. Egy bank. Amíg ez a lap játékban van, minden kezdő fázisokban kapsz két kreditet. Karnoplantoszok nagyon jók a kredit készítésben. És gyorsan végig rohanok a gyakoriakon is, de hát nem számítunk semmi komolyra. Viszont ennek a bontásnak igazából örülök nagyon. Van itt egy pár jó lap, a banknak nagyon örülök, meg kell, hogy mondjam. A Trox MLF pajzsnak abszolút nagyon örülök. A tricipliták kezdenek kibontakozni, úgy, mint az egyik kedvenc fajom, bár meg kell, hogy mondjam, hogy elég bénának tartottam őket, még annó régen, de nagyon versatilis faj, és érdekes módon különösen a fegyverzet szempontjából nagyon erősek, úgyhogy nagyon jó kombináció lehet egyéb fajokhoz. Természetesen, ha a triciklitákkal akarunk játszani, akkor fel kell áldoznunk azt, hogy űrcápákkal is játszhassunk, ugyanis ellentétes fajok. És a pengének is nagyon örülök. Ez is egy igazán kellemes kis lap. Bár 5 egy kicsit drága egy felderítő, viszont hihetetlenül gyors, 6-os sebessége. Egyet tüzel, egy a pajzs, és nem bombáz, viszont gyors tüzelése van, tehát nem lehet rá visszalőni. Úgyhogy igazából csak védekezni nem akarunk vele. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, és tartsatok velem legközelebb is, ne felejtsék el lájkolni, feliratkozni, hagyjatok egy kommentet oda, és osszátok is meg a videókat az ismerősökkel, haverokkal, bárki, akit érdekel a KGK, vagy Magic, vagy Dragon Ball, vagy mit tudom én, az összes videó, amit ide felrakok, úgyhogy békesség, basszien kijelentkezik.